pedig vágjunk bele, mert ez elég hosszúnak ígérkezik. Szóval, ahogy mondtam, a Héber-izraelita zsidó kérdést fogjuk tovább boncolni a múltkor, megbeszéltük, remélem mindenki emlékszik, vagy legalábbis, legalábbis rémlenek bizonyos dolgok Ábrahám, illetve a Héber nép kapcsolatát, illetve hogy kik is ők, mit mit érdemes tudni róla. Ma pedig el fogjuk kezdeni azzal, hogy mi az izraelita és utána pedig rátérünk Jákobra, illetve Izraelre és el fogunk jutni egészen másiák, ég a megváltóig és Izrael megváltásához és az egész világ üdvösségéhez azt azonban már nem fogjuk elkezdeni ma ha egyáltalán eljutunk odáig de úgy terveztem, hogy el fogunk jutni odáig a következő valószínűleg a következő héten fogjuk, fogjuk megtárgyalni, vagy, vagy a megváltóra eső részt, vagy pedig a zsidót, és utána azt majd meg meglátjuk. Ma azonban Izraelita, Jákob és Izrael lesz a téma, úgyhogy kezdjük. Nem, fogok, nem fogom használni a, a, a konkordan, Konkordancia, azt hiszem a, az eredeti nyelven, hanem azokat a kis videókat, amiket a, Feltöltöttem a Youtube-ra ezt az extrákat, ezeket abban lesz benne, amiket a szótárakból kiszedtem, úgyhogy most nem fogok azzal foglalkozni, hogy Izrael Izrael Jákob jelentése, stb. ezt azokban a videóban megtaláljátok majd. második Mózes sem ott 9-es fejezet az első, és onnan a hatos vers, második Mózes 9. még egyszer itt arról van szó, hogy kik az izraeliták, az izraelita kifejezés, és erre fogunk kb. 6-7 fejezetben, illetve könyvben választ keresni, és utána tovább lépünk Jákobra, csak be akarom mutatni azt, hogy mit, kik is az izraeliták. Másik mozes 9 így a meg, 6-os vers, meg is a hol ezt a dolgot másodnapon, és elhullott Egyiptomnak minden barma, de az Izrael fiainak barma közül egy sem hullott el, ez ugye a tíz csapás. És arról van szó, hogy ugye Izraelnek az állat állománya érintetlen maradt, míg Egyiptomnak minden barma elhullott, ugye Izrael fiairól van szó már itt, egy sem hullott el, hetes el is küldte a fáraó, és Ími egy sem húlt el az izraeliták barma közül de a fáraó szíve kemény maradt, és nem bocsátál el a népet. Tehát az izraelita nép, azok a nép, akiket Elohim kiválasztott magának, és akiket Mózes és Áron vezetett ki később Egyiptom földjére. Azt szerettem volna, ha egyértelmű az, hogy kik az izraeliták ebből, azt hiszem, hogy egyértelmű. Következő az 4 Mózes 16, és Meg fogjuk nézni a 31-es verset, 4 Mózes, Bamibár 16. 4 Mózes, 16, 31-es vers így szól. És Lőn, amint elvégezi minden beszédeket, meghassad a föld alattok, és megnyitál a föld, az ő száját és elnyeléket, és az ő háznépeiket, és minden embert, aki koreai valának minden jó Aki nem ismeri kóré történetét és a, a lázadást Mose, Mózes ellen, érdemes elolvasni négy Mózes, nagyon nagyszerű történet, erről ír ugye, és alászállának 33 azok, és mindaz, ami az övék elevenen a pokorra, és befedezi őket a föld, és elveszének a község közül. 34 az izraeliták, pedig akik körülöttök valának, mind elfutának azoknak kiáltására, mert azt mondják vala, ne talán elnyel minket a föld. Érdekes az, hogy izraelitákat ír, és természetesen nem zsidókat vagy hébereket, ugyanis ezek izraeliták voltak már ugye a táborban. A következő pedig második krónika kettes, fejezet, második krónika, kettes, hármas vers az, amit meg fogunk nézni, második krónika, kettő. És a hármas vers így És küldes Salamon a tírusbeli Hirám királyhoz mondván, amint az én atyámmal Dáviddal, de cselekedtél, akinek küldött egy cédusvákat, hogy építene magának házat, melyben laknék, úgy én, Jahua Elohim nevébe, nevének akarok házat építeni, hogy néki szenteljem, és abban füstölő szerekkel jó illatot hogy folytonosan szent kenyerek álljanak előtte, és minden reggel és este égő áldozat áldozzak szombatnapokon, az újholdnak napjain, és Jahuának, a mi hatalmaságunknak szentelt ünnepeken, melyeket örökké kell cselekedniük az izraelitáknak. Ez pedig már természetesen Salamon ugye ír, kapcsolatban lép Hiram uh, Hirám királyjal, és uh, fát kér azokhoz az építkezésekhez, ami ugye a Hua házát építi meg Dávid helyett, ugyanis a nem engedte Dávidnak, hiszen Dávidnak túl sok vér a kezéhez, ezért azt mondta, hogy a fia fogja megépíteni, Salomon, Salomon építi meg. Még egyszer csak annyit, hogy ugye minden reggel és este égő áldozatot a szombatnapokon, az újhodnak napján, a huának szentett ünnepeken, melyeket örökké kell cselekedniük az izraelitáknak. Izraeliták azok, akik követik természetesen Jehova útját. A ház pedig, amelyet építeni szándékozom, igen nagy lesz, mert a mi hatalmasságunk nagyobb minden hatalmasságoknál. Ugye ő az egyetlen élő Elohim. Következő Esdrás 8-as fejezet lesz, csak 24-es vers. Esdrás 8-as fejezet, 24-es vers és ez így szó. Ekkor külön választék a papi fejedelmek közül 12-t Serébiához, Sábiához, és hozzájuk, atyok fiok közül 10-et. És átmérém még az ezüstöt, és az aranyat, és az edényeket, ami hatalmasságunk házának ajándékait, melyeket a király tanácsosai és fejedelmei, és minden Babilóniában élő izraeliták ajándékozának. Ez már a Babilóniában fogságban élő izraeliták idején íródott ugye ez a, ezek a sorok, és amikor is az északi királyság Babilóniába került fogságba, izraelitáknak nevezi őket, hiszen Izrael azaz Jákob leszármazottai. Tovább alunk, első 1. Sámuel 17, a következő, ez pedig ugye Góliát esete első Sámuel 17. Első Sámuel 17. Második vers. Így szól. Saul és az izraeliták pedig összegyűlének és tábortítének az Elab völgyében, csatarendbe állának a filiszteusok ellen, és a filiszteusok a hegyen állottak innen, az izraeliták pedig a hegyen állottak túlfelől, úgy, hogy a völgy közöttük vala. És kijöve a filisztősök táborából egy bajnok férfi, akit Góliátnak hívtak Gát városából, akinek magassága hadsing és egy arasz vala. Ugye az izraeliták azok, akik Saullal harcoltak, izraeliták természetesen Izrael királysága, illetve Jákob leszármazottai. Még van néhány vers az izraelitákról, de már most átérünk az új szövetségre, az úgymond, új szövetségre, ez pedig János a 1 egyes fejezet lesz. János egyes fejezet és a 47-es vers. János 1, 47. És mondta néki Nátánál, Názáredből támadhat én valami jó? Mondja néki Filev, és lásd meg. Látálja hussa Nathanált. ő hozzá menni, és mondta ő felőle, ímé egy igazán, izra egy igaz izraelita, akiben hamisság nincsen. Izraelitának szólítja Nátánált, Később ki fog derülni az, szerintem, a, ha minden rész összeáll és, és áttanulmányozzátok rendesen, akkor ki fog derülni az, hogy húság, ha másiák a megváltó, elsősorban az ő saját népéért jött. Ezt el is mondta többször. Ezért Érdekes az, hogy megjegyzi, hogy Izraelita nem azt mondja, hogy zsidó vagy héber, hanem Izraelita, hiszen az északi királyság az, akiért elsősorban jött azok, akik ugye már eddigre pogány életmódot folytattak. Apostolok második fejezet a következő. Apostolok második fejezet. Azután pedig rómaiakhoz 9. Apostolok második fejezet és a rómaiakhoz kilenc. Apostolok második 21 így szó. És részen, hogy mindaz, aki a huának nevét segítségül hívja, megtartatik. 22. Izraelita férfiak, halljátok meg a beszédeket. A názáreti a husát, azt a férfiút, aki elohim több bizonyságot nyert előttetek, erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő által a cselekedett elohim ti köztetek amint magatok is tudjátok. Az izraelitákhoz beszél, ezért mondtam azt, hogy elsősorban ők voltak a célpont, hiszen őket kellett visszatéríteni az útra, és utána ők azok, akik el tudják terjeszteni ezt a fajta életmódot és a törvényeit és instrukciót az emberek között. Izraelit a férfiaknak hívja őket azért, mert mert a vér szerinti Izraelhez tartoztak, ezért jött, hogy őket vissza, visszatérítse a helyes útra. Rómaiakhoz 9 a következő, azután pedig Rómaiakhoz 11, úgyhogy ez egyszerű lesz. Ez a Rómaiakhoz 9, és ott így szól a hármas vers. Rómaiakhoz 11 a következő. Hármas vers, Rómaiakhoz 9, mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakasztva a mesiáktól, az én atyám fiért, akik rokonaim test szerint, ugye ez uh, Saul írja, akik izraeliták, akiké a fiúság, ugye ez maga a vér szerinti szövetség, és a dicsőség, és a szövetségek, meg a törvényadás, és az igaz tisztelet és ígéretek, akiké az atyák, és akik közül való test szerint, a siák, aki mindeneknek felette örökké áldandó Elohim. Amen. Tehát talán ez foglalja össze legnagyszerűbben azt, hogy miért is fontos az, hogy tudjuk, hogy kik az izraeliek, hiszen ők azok, ez az a nép, akihez tartozik a dicsőség, a, az örökbefogadás, ugye erre érti a fiúság, hogy ők azok a nép, akiket kiválasztott, a szövetségek, mind a körülmetélés és az összes szövetség, a Dávid, Dauddal kötött szövetség, a törvények, ők azok, akik megkapták a Horeb hegyén a törvényeket, és természetesen az ígéret hozzájuk tartozik. Nem csak a földre, az ígéret földjére, hanem, hanem arra is, ugye, hogy tőlük fog származni a megváltó, és ők azok, akik uralkodni fognak. Elsősorban ők ugye a papi nemzetség, a, a, a kiválasztott nép, stb. Úgyhogy ezért fontos az, hogy megértsük, hogy a test szerinti fizikális izraelita mindig is volt, és mindig is lesz. Ez nem azt jelenti, hogy más nem, nem nyerhet üdvösséget, ez az csak azt jelenti, hogy van egy hierarchia rómaiakhoz, 11 a következő, és erről beszél rómaiakhoz 9-ben. Saul, rómaiakhoz 11, az első vers így szól. Mondom tehát, avagy elvetette É Elohim az ön népét. Ugye azok, akik azt mondják, hogy már a pogányok azok, akikhez tartozik az egyház, meg az egész ígéret és minden más, azok valószínűleg nem értették meg ezt. Még egyszer, mondom tehát, avagy elvetette É Elohim az ön népét, Izrael az ön népe, Jákob leszármazott egy. Távol legyen, mert én is izraelita vagyok. Ábrahám magvából, Ábrahámot megbeszéltük. Benyámin nemzetségéből. Ezért nem azt mondja, hogy zsidó vagyok, vagy jahudim, hiszen nem zsidó, zsidó az egy törzsre vonatkozik, izraelita pedig izrael népére. Ezért mondja azt, hogy én is izraelita vagyok, és a Saul. Második, nem vetette el Elohim az ő népét, melyet eleve ismert, eleve ismert, hiszen ők azok, akiket kiválasztott. Ez az izraelita nép. Erről beszél is, Saul. ezt magyarázza el nekünk, hogy az izraelita, az Jákob leszármazottja a test szerinti Izrael. Az, hogy Héber, azt megtárgyaltuk a múltkor, a Héber ugye az, mind az, aki követi ezt az életmódot, és csatlakozik az izraelitákhoz. Nem vetette Elohim, el Elohim az ő népét, melyet eleve ismert, vagy nem tudjátok én, mit mond az írás illésről. Amint könyörög Elohimhez, Izrael ellen, mondván, Jahúa, a te profétáidat megölték, és a te oltárait lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Ugye a lényeg az, hogy hogy nem vetette el Elohim az önépét, és az izraelita mindig is fontos maradt számára, a második korintusiakhoz, korintusi 11-es fejezet a következő. Második korintusi 11-es fejezet. 21-es vers így szól. Szégyenkezem mondom, mivel, hogy mi erőt, erőtelenek voltunk, de amiben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én. Én is. Ábrahám magva? Én is. Saul ismét tisztázza számunkra azt, hogy mit is jelent az Izraelita. Izraelita mindaz, aki, aki Jákob fizikális leszármazottja. Ábrahám magva természetesen több van, ugye Ábrahám, Ismál, Ézsau, Jákob, és Ábrahámnak volt számtalan más leszármazotta, héberek szintén többen lehetnek, hiszen, hiszen követheti az, a, az utasításokat, az instrukciókat bárki, azonban Izraelita csak a vér szerinti nép lehet. 1 25 a következő. Ezért fontos az, hogy megértsük, hogy mit is jelent az Izraelita. Most, hogy ezt megtettük, következő, következőkben meg fogjuk vizsgálni Jákobot és azt, hogy mit tudunk Jákobról. 1 Mózes 25 szerintem szerintem nagyszerű, hogyha ha az ember végigmegy így rajta, hogy fogunk, és megnézi, visszanézi az összes részt, átolvas a verseket, nagyszerű, nagyszerűen meg fogja érteni, hogy mi is a protokoll, amit Elohim választott, amit Jehova választott. 1 Mózes 25-20-as vers pedig így szó Izsák pedig 40 esztendős vala, amikor feleségül vette Rebekát, Síriából való, Betuelnek lányát, Mezopotámiából, Síriába való lábánnak hugát. És könyörge Izsák Huának az ő feleségét, mivel hogy magtalan vala, és Jehuá meghallgatá őt, és teherbe esik Rebeka az ő felesége. Érdemes arra visszaemlékezni, hogy, hogy Ábrahám és Sára ugyanígy járt, hiszen már olyan idősek voltak, hogy nem lehetett volna gyerekük, ugyanúgy, ahogy Rebekának sem lehetett volna, ugyanúgy, ahogy Mária vagy Miriam szintén Elohim segítségével fogant meg végül a gyermeke úgy született meg. Tehát el, ő az, Jahu a hua az, aki, mi, aki teremtette ezt a népet, és ő hozta el tulajdonképp odáig, hogy a húsak, ha megszülethessen. 21-es könyörge, ö, ugye ez megvolt. volt Terbe esik Rebeka az ő felesége, 22. Tusakodnak valak pedig a fiak az ő méhében. Ekkor mondta, ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze a hua. Ugye Rebeka ugyanúgy, ahogy bárki más, aki a hua útját járja, hozzáfordul segítségre. És mondta, hogy a hua önéki. két nemzetség van a teméhetben, és két nép válik ki a belsődből. Az egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbnek. És ugye az idősebbik, és arra utalt, hogy ő fogja szolgálni majd a kisebbet. És Betelének az ő szülésének napjai, és így még kettősök az az ikrek valának az ő méhében, és kijöve az első vereses vala minden estőszörös, mint egy lazsnak az az egy takaró. Azért nevezék nevét Ézsauna. Aztán kijöve az ő atyafia fia kezével Ézsau sarkába fogozva azért nevezik nevét Jákobnak. Izsák pedig 60 esztendős vala, mikor ezek születének. Ugye ez Jákob születésének pillanata, és érdemes ugye azt megjegyezni, hogy bár Ézsau volt az idősebb, ikrek voltak, és Ézsau sarkába kapaszkodott, ha visszaemlékszünk arra, hogy mit mondott Yahuah 1 Mózes 3-ban az ellenségnek, akkor az ugye az volt, hogy hogy összezúzza a fejét, és ő pedig a, a sarkát fogja. Úgyhogy ugyanez a szituáció itt is. És ami érdekes az az, hogy 27-es vers így folytatódik, és mindjárt meglátjuk, hogy mi is a, az egészben a csavar. És felnevekedének a gyermekek, és Ézsau vadászathoz, az értő mezői ember vala, Jákó pedig szelidemben sátorban lakozó. 28. Szereti vala azért Izsák Ézsaut, mert szájíze szerint vala a vad. Rebeka pedig szereti vala Jákóbot, Ugye Izsák Ézsaut szerette, míg Rebeka Jákobot. Jákob egyszer valami főzeléket főze, és Ézsau megjövén elfáradva a mezőről, mondta Ézsau Jákobnak. Engedd, hogy elsem a veres ételedből, mert fáradt vagyok, ezért nevezik nevét Edomnak. Edom ugye annyit jelent, hogy veres. 31. Jákob pedig mondta, Add el hát nékem azonnal a te els, első szülöttségedet. Az első szülöttnek dupla annyi. Jár az örök, örökségből, plusz az első szülött kapja meg az atyai áldást, mint azt meg fogjuk látni később, ezért volt nagyon fontos az első szülöttség joga. És mondta Jézsau, Íme, én, hal, én halni járok, az az majdnem meghalok. Mire való hát nékem az én első szülöttségem? És mondta Jákob, esküdjé meg hát nékem azonnal, is nék, és megesküdék és ő első szülöttségét Jákobnak. És akkor Jákob ad a kenyeret, és főt, lencsét, és evék, és ivék, és felkelés és elméne. Így veté meg Ézsau az ő első szülöttségét. Tehát a helyzet az, hogy Jákob ezzel az úgymond fondolatos cselekedettel megszerezte az első szülöttség jogát Ézsautól, és érdemes azt is figyelni, nem csak ezekből a versekből, hanem esetleg a ha később tanulmányozatok magatoknak, hogy milyen a két karakter, nem csak Jákob, hanem Ézsau, milyen tulajdonságokkal rendelkezik Ézsau. Vajon miért választott Elohim Jákobot már a születése előtt? Hiszen tudta, hogy Ézsau milyen ember lesz. Nézzük meg, hogy mi is a következménye annak, hogy Ézsau az első szülöttségét eladta. Én értem, hogy valószínűleg úgy tűnik, hogy lassan halad az egész, azonban a végére össze fog állni, és remélhetőleg mindenki megérti azt, hogy miért is így haladunk tovább. Megbeszéltük Ábrahám áldásait, és most meg fogjuk nézni, hogy Jákob hogyan jut el addig, hogy ő is megkapja azokat az áldásokat, amelyeket megígért Jehova Elohim neki, Izsáknak és Ábrahámnak. Úgyhogy ez Izsák áldása 1 Mózes 27 ez csak két fejezete előrébb. Egy mózás, 27. Első vers És lőn, mikor megvénhedett vala izsák, és szemei annyira meghomályosodtak valahogy nem látott szólítán nagyobbik fiát, Ézsaut, és mondanék ki, Fiam! És ezt mondanéki, ki, imho vagyok? Ugye a Ézsau válaszolt. És mondta, ímé e megvénhettem, nem tudom halálom napját. Most tehát vedd fel, kérlek, a te fegyvereidet, tegezedet kézi veled, menj ki a mezőre, és vadász én nékem vadat. És csinálj nékem kedvem szerint való ételt, és hozd el nékem, hogy egyem, hogy megáldjon téged az én lelkem, minek előtte meghalok. Rebeka pedig meghallá, amit Izsák az ő fiának Ézsaúnak mondta, és amit elmére Ézsaú a mezőre, hogy vadat vadászon, és hozzon, Ugye Rebeka szólt Jákobnak, most csak gyorsan összefoglalom, hogy nagyjából mi az, ami történik Jákobnak, és mondta, hogy hogy mi a helyzet, hogy elküldte vadászni, hogy csináljon neki ételt, azonban azt mondta Rebeka, hogy hozzon gyorsan két kecskekölyköt, és azt ő megcsinálja Izsáknak, megcsinálja és így meg tudja szerezni majd az áldást Jákob. Jákob pedig mondta a 11-es vers Rebekának, az ő anyjának. Ímé az én bátyám Ézsó szőrös ember, én pedig sima vagyok. ne talán megtapogat engem az én atyám, és olyan leszek előtte, mint valami csaló, és akkor átkod, nem áldást hozok magamra. És mondanék ki az ő anyja 13. Reám szálljon a te átkod, fiam, csak hallgass az én szavamra, és menj, és hozd el nékem. Elméne azért, és elhozza és vivé az ő anyjának, és az ő anyja ételt készíte, mint szereti vala az ő atya. és vevé Rebeka az ő nagyobbik fiának, Ézsáunak drága ruháit, melyek ő nála otthon valának, és felöltözteti Jákóbot, az ő kisebbik fiát. Ez a második eset, hogy Jákób ilyen úgymond fondolatos módon átveri tulajdonképpen Ézsáut. Tizenhat kecskegödő bőrével pedig beborítá az ő kezeit és nyakának simaságát, és az ételt, amelyet készített vala kenyérrel együtt adá Jákobnak, az ő fiának kezébe. Beméne az ő atyához, és mondta, atyám, és az mondta, imhol vagyok, ki vagy te fiam? Mondta Jákob az ő atyának, én vagyok Ézsa, ott te első szülötted, aképpen cselekedtem, amit parancsolált, kelj fel, kérlek, ülj le, és egyél vadászatom, hogy megáldjon engem a te lelked. És mondta Izsák, hogy van az, hogy ilyen hamar találtál, fiam? Ugye Izsák e, gyanút fogott, és e, azon csodálkozik, hogy hogy lehetséges, hogy ilyen hamar hazaért a vadászatba. És felelően, mert a ja, te hatalmaságot hozta előmbe. És e, mondta Izsák Jákobnak, közelebb kérlek, hadd tapogassalak meg, fiam, hogy vajon te vagy én az én fiam, Izsák vagy nem. Oda méne tehát Jákob Izsákhoz az ő atyához, aki megtapogatván őt mondta. A szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei. És nem ismeri meg őt, mivel hogy kezei szőrösek valának, mint Ézsaunak az ő bátyjának kezei, annak okáért megáldál őt. És mondta, te vagy fiam Ézsau, felele én vagyok. Azt pedig mondta, hozd ide, hadd egyem az én fiam vadászatából, hogy megáldjon téged, az én lelkem is odavivé, evék, bort is ivénék és ivék. Aki azt gondolja, hogy, hogy ez csalás, vagy pedig hazugság, annak érdemes visszaemlékezni az előzőekben, amit olvastunk, hogy Ézsa vagy egy tállentséért eladta az első születségi jogát, tehát ez, és meg esküdött Jákobnak arra, hogy neki adja. Szóval gyakorlatban ez Jákob Tulajdona volt, hiszen Izsák megszabadult tőle. Az más kérdés, hogy Izsák ezt nem tudta. 26. pedig így szól. Akkor mondanék Izsák az ő atya, jel közelebb, fiam, és csókolj meg engem oda, méne azért, és megcsókolál, és megérezvén ruháinak szagát megáldá őt, és mondta, ez az áldás, ami következik. Lám az én fiamnak illatja olyan, mint a mezőnek illatja, melyet megáldott a Adjon elohimtenéked az ég harmatából, és a föld kövérségéből, és gabonának és bornak bőségét népek szolgáljanak néked, nemzetségek hajoljanak meg előtted, előtted. légy úr a te atyád fiain, azaz a testvérén, ahogyan az elején, elején a jóslat, illetve amit Jehua mondott, hogy a nagyobbik szolgálja a kisebbiket, légy úr a te atyád fiain, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai, átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott. Ez az áldás, ami Jákobra szállt Ézsau helye. Ha belegondolunk abba, hogy mi is az, ami következett a történelem során, egészen ugye Dávid, azaz és Salamon idejéig, amíg elérte a tetőpontját az, az Izrael királysága, és uralkodott az egész világon, Természetesen onnantól kezdve a hanyatlott, azonban a husák, révén el fog jönni az új királyság, és valóban Jákob leszármazottai, azaz az izraeliták, Izrael fog uralkodni a világon, a husák, királyságában. 30 és lőnömint mint elvégezi Izsák Jákobnak megáldását, és éppen csak, hogy kiment vala Jákob, az ő atyának Izsáknak színe előtt, az ő bátyja Ézsau is megjöve a vadászatba. Ugye most érkezik meg Ézsau, elkészíti is az ételt, és bemegy, természetesen kiderül, hogy mi történt, Izsák elrémüle, és rájön arra, hogy megáldotta Jákobot Ézsau helyett. Ézsau pedig így szól, 34-es vers, áldj meg engem is, atyám! Ez pedig mondja, mondta, a te öcséd jövel álnoksággal, és ő a te áldásodat. Azt pedig mondja, nem méltán hívják ki őt Jákobnak. Jákob ugye azt is jelenti, hogy hát ilyen fondolatta idézőjelben csaló nem feltétlen negatív értelemben, de fondorlatos. Mert én két ízben csalt meg engem, elvevé első szülöttségemet, most pedig áldásomat vevél, és mondta, nem tartottál én nékem is valami áldást. Ugye nem elvette az első szülöttségét, hanem ő eladta egy tál lencséért most pedig nem, az, nem vette el az áldást, csak elvette azt, ami az ővé, az első szülöttség által. Úgyhogy érdemes ezt, ezt figyelemben észben tartani, hogy hogyan, hogyan kommunikál Ézsó, és Ézsó hogy áll hozzá ezekhez a dolgokhoz, és mi az ő nézete erről az egészről, annak ellenére, hogy, hogy gyakorlatilag ő az, aki megvetette az ő első azáltal, hogy eladta. 37 felele Izsák is mondta Ézsáónak, Ímé uraddá tettem őt. Ugye Jákob az, aki az egész világon fog uralkodni, nem csak Ézsón, hiszen, amit már az előbb szó volt arról, Hussák másiák révén, Izrael leszármazottai, azok, akik az instrukciók szerint élnek, azok fognak uralkodni a világon. Ímé e uradá tettem itt, és minden atyafiát szolgául néki Gabonával és Borral, is őt láttam el, mit műveljek, azért már veled. Fiam, mondta Ézsau az ő atyának, avagy csak az az egy van én néked, atyám, ágy meg engem, engem is, atyám. Felemeli a szavát Ézsau, és sír vala. Felele azért Izsák az ő atya, és mondanék, ímé kövérföldön lesz lakásod, és az ég harmatjából részed lesz onnan felül, és fegyvered után élsz, és öcsédet szolgálod, de lészen, mikor ellene támadsz, letöröd igáját a nyakadról. Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon ki a mai valóságban Ézsau, és kik ki valójában Jákob leszármazottai, azaz Izrael. 41-es gyűlöli vala azért Ézsau Jákobot, az áldásért, melyen megáldotta vala őt az ő atya, és mondta Ézsau az ő szívében, közelgetnek az én atyámért való gyásznak napja, és akkor megölöm az öcsémet Jákobot. Még egyszer, ez Ézsau karaktere. Ugye először eladta az ő elsőszülöttségét egy tál lencséért, aztán ugye annak ellenére akarta az áldást, és aztán úgy fogalmaz, hogy elvette tőle, Jákob most pedig meg akarja ölni, azért, mert ő megvetette az első Következő, 1 Mózes 28, tehát eljutottunk odáig, hogy megszületett Jákob, megszerezte az első és az áldást, és most pedig megnézzük azt, hogy hogy mi is Jákob esküje, és hogyan viszonyul Elohimhez. 1 Mózes 28, és ez pedig az első vers így szól. Előhívatá azért Izsák Jákobot, és megáldá őt, megparancsalá nékés és mondá, ne védj feleséget a kananeusok lányai közül, kelj fel, menjen Mezopotámiába, betuálnak a te anyád atyának házához, és onnan védj magadnak feleséget, lábánnak a te anyád bátyának lányai közül. A mindenható Elohim pedig áldjon meg, szaporítson és sokasítson meg téged, hogy népek sokaságává légy. És adja néked az Ábrahám áldását, ugye meg fogja kapni Ábrahám áldását, te néked és a te magodnak te veled egybe, hogy örökség szerint bírjad a földet, melyen jövevény voltál, melyet Elohim adott vala Ábrahámnak. Ez az áldás ugyanúgy, ahogyan, ahogyan megadta Ábrahámnak, Izsáknak, ugyanúgy Jákobnak is ez lesz. Ötös elbocsátá azért Izsák Jákobot, hogy menjen Mezopotámiába lábánhoz, és még egy érdekesség Ézsáuról, a 6-os, illetve, illetve a 6-tól 8 ki fog derülni, nézzük. És látta Ézsau, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elbocsátotta őt Mezopotámiába, hogy onnan vegyen magának feleséget. És hogy mikor á, áldja vala parancsot, a nékés mondta, ne védj a feleséget a Kananeusok lányai közül. Ugye Ézsau pontosan tudta, hogy mi volt Izsák parancsa, és az az, hogy ne menjen a kananeusok közé feleséget választani. Hetes versés, hogy Jákob ha hallgatta atya és anyja szavára, és el is ment mezopotámiába. Azt is tudta Ézsó, hogy Jákob hallgat rá, ugyanúgy, hogy Jákob mindig is hallgatott rá is, és Elohimra is. Nyolcas, és látta Ézsó, hogy a kananeusok lányai nem tetszenek kizsáknak az ő atyának, és mit csinál Ézsó? Elméne Ismáelhez és feleségű vevé, még az ő feleségeihez Ismaelnek az Ábrahám fiának lányát, Mahalátot, Nabajotnak hugát. Úgyhogy még azért is elment és uh, feleséget uh, szerzett magának. Jákob pedig kiindul a Bersebába, Hárán felé tartott. És jut egy helyre, holott meghála, mivel hogy a nap lement, és vőn egyet annak a helynek kövei közül fej alá tevé lefeküdék azon a helyen. És álmot látott. Ugye ez... E, így néz ki ez az álom. 12-es ímé egy lajtórja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala. És ímé Elohimnek angyalai fel és alá járnak azon. És ímé Jahua áll vala azon és szóla. Én vagyok Jahua. Ábrahámnak a te atyádnak hatalmassága, Izsáknak hatalmassága, ezt a földet, melyen fekszel, néked adom és te magodnak. Ugye ez ugyanaz az ígéret, ami elhangzott már Ábrahámnak és Izsáknak. És most ez az, amit Jákobnak is tesz. 14. És a te magod olyan lészen a földnek, mint a földnek pora, terjeszked nyugatra, keletre, északra, délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Ugyanaz, ugyanaz a, az az ígéret, ami elhangzott Ábrahámnak és Izsáknak ugyanaz, amit Jahua most uh, Jákobnak is megtesz, hogy olyan lesz a, annyi lesz a leszármazottja, mint az égen a csillag, vagy a tengerparton a föveny, és hogy ő benne, és az ő magában áldatnak meg a föld minden nemzetségei, hiszen ez a husáha És ímé én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondtam. Jákob pedig fölérbedvén az álomból mondta bizonyára, hogy a hua van-e helyen, és nem tudtam. 17. Megrémül annak okáért, és mondta, mi rettenet, és ez a hely? Nem egyéb ez, hanem Elohimnek háza az égnek kapuja, és fel kell a Jákob reggel vevé a követ, amelyet a feje alá tett, és osztopul állítá fel azt, és olajat önte annak tetejére. Elnevezte Bételnek, és fogadást tőn. Fogadást tesz Jákob, Elohimnek, nézzük meg, hogy mit mond. Ha Elohim velem leint, azaz velem lesz, és megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételű, kenyeres öltözetű ruhát nékem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor ja Hua leint lesz az én hatalmasságom. Ezt a fogadást teszi Jákob Elohimnek és ez a kő, melyet oszlopol állítottam fel, Elohim házalészen, és valamit ad, adándasz nekem, nékem, annak tizedét néked adom. Ez pedig Jákob fogadalma a felé. Hogyha elkíséri az úton, élelmet ad neki, ruházatot és biztonságban visszatér, akkor, akkor ő Jahuát választja mint az ő hatalmasságát. Úgyhogy nem kért igazából semmit, csak azt, hogy túlélje az egészet. És ez Jákob karaktere Ézsauval szemben. Ez az, amire utalt Jahua, mikor azt mondta, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut utáltam. És ezért választotta Jákobot már a születés előtt, hiszen tudta, hogy Jákobnak milyen lesz a karaktere, és milyen a karaktere Ézsaunak. Következő ugye az, az, emlékezetes harc, a malakka, az angyala, 1 Mózes 32, ez pedig így szól. 1 Mózes 32, 23-as vers. 1 Mózes 32, Peresít, 23-as vers. Vevé hát azokat átköltözteti a vízen, azután átkölt átköltözteti mindenét, valamilyen vala. Jákó pedig egyedül maradat tusakodik vala ővel egy férfiú egész hajna feljöveteléig. Aki mikor látá, hogy nem vehet erőt rajta, megilleti csípőjének forgócsontját, kiménne a helyéből Jákob csípőjének forgócsontja, vele való tusakodás közben is mondta, bocsáss el engem, mert feljött a hajna, És mondta Jákob, nem bocsátlak el téged, míg meg nem áldasz engemet. És mondanék ki, mi a te neved, és mondta, Jákob. Amaz pedig mondta, nem Jákobnak mondadik ezután a te neved, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Elohimmel és emberekkel, és győztél. Javaslom, hogy mindenki, ha érdekli jobban Jákob és uh, Izrael, és annak a jelentése és az Izraelita, akkor nézze meg azt a, azt hiszem, 10 perces csak mindössze az a videó, és ott uh, megnézzük azt, hogy a szótár mit ír Izraelről, illetve az izraelitákra. Úgyhogy egyébként mellesleg azt jelenti, hogy Elohim -el küzd, Elohim embere, ő, aki Elohimet választotta, hasonló jelentése van Izraelnek. Ugye ez az, amikor először Izraelnek nevezi Elohim. Természetesen ez nem az atya, aki azt gondolja, hogy az atya lejött és birkózott Jákobbal, az valószínűleg nem ismeri pontosan, hogy hogy működnek a dolgok. Oké. Okay. 29. És megkérdi Jákob, és mondom, mondd meg, kérlek a te nevedet. Azt pedig mondta, ugyan miért kérded az én nevemet, és megáldá őt ott. Nevezi ezért Jákob annak a helynek a nevét. Penielnek, mert látám Elohimet színről színe, és megszabadult az én lelkem. Mivel Jahusak Hamásiák azt mondja, hogy Elohimet senki nem látta, tehát ez nem lehetett az atya, illetve az atyát senki nem látta, ez nem lehetett az atya. Természetesen ez Jahusak Hamásiák volt mint ember formában. Egy Mózes 35, a következő beresít 35, és ismét meg, ismét Izrael, az, ugye ismét azt fogjuk megnézni, hogyan lesz Jákob Izrael másodjára. 1 Mózes 35, így kezdődik mondta pedig Elohim Jákobnak, ezúttal Elohim az, aki utasítja Jákobot. Kelj fel, eredj Bételbe, és telepedjél le ott, és csinálj ott oltárt Elohimnek. Ki megjelenik néked, mikor a te bátyád Ézsau elől futsz vala. Ugye ez természetesen akkor volt, amikor menekült Ézsau elől. Akkor mondja Jákob az ő háza népének, és mindazoknak, akik vele valának. Hányjátok el az idegen hatalmasságot, az idegen isteneket, akik köztetek vannak, és tisztítjátok meg magatokat, és változtassátok el öltözeteiteket. És keljünk fel, menjünk el Betelbe, hogy csináljak ott oltárt annak az Elohimnek, aki meghallgatott engem az én nyomorúságom napján, és velem volt az úton, melyen jártam. Ugye azt kérte hogy biztonságban juttassa el. Az előbb olvastuk, hogy adjon ételt, itat, és juttassa el biztonságban, oda megtette. Ezért Jákob azt mondja, hogy oltárt csinál neki, hiszen meghallgatta az ő nyomorúsága napján, és vele volt az úton, amelyet járt. Tehát Jákob nem csak, hogy megígérte ezt, hanem emlékezett rá, és meg is tartotta azt. Átadták azért Jákobnak minden idegen isteneket, hatalmasságokat, kik náluk valának a füleikből a függőket, elánsá azokat Jákob cserfa alatt, mely sekem mellett volt. És elindulának Elohim rettentése vala körültök való városokon, és nem üldözék Jákob félüt. Ugye ő betartotta azt, amit ígért, és ezért, ezért Elohim szintén betartotta azt, amit ígért. Ezért választotta Jákobot, de tudta, hogy milyen a karakter. És elindulának, igen, ez megvan, hatos vers pedig így szól, eljutta azért Jákob Luzba, mely Kánán földén van, azaz betelbe ő maga és az egész sokaság, mely ő vele vala. Ismét egy sokaság volt vele, és ugyanúgy, ahogy Egyiptomból a sokaság jött ki, ugyanúgy, ahogy a más csatlakoznak a pogányok, és mindenki, aki a instrukciók szerint el, ugyanúgy Ábrahámhoz csatlakozott a sokaság, ugyanúgy Jákóhoz is egy sokaság csatlakozott. Akik hajlandók voltak úgy élni, ahogyan Jahua azt parancsolta Jákobnak. És építette ott oltárt, és nevezi a -e helyet elbetelnek, mivel hogy ott jelent meg néki Elohim, mikor az ő bátyja előfutott. 8-as vers így szól, és meghalad Deborah, Rebeka dajkája, és eltemetik Béthelen alól egy cserfa alatt, és nevezik annak nevét Alombachutnak. Elohim pedig ismét megjelenik Jákobnak, mikor az jövő mezopotámiából, és megáldá őt, és mondanéki Elohim, a te neved Jákob, de ne neveztessék többé a te neved Jákobnak, hanem Izrael légyen a neved, és nevezén nevét Izraelnek. És mondanéki ki Elohim, Én vagyok a mindenható Elohim, nevekedjél és sokasodjál, nép és népek sokasága legyen tőled, és királyok származzanak a te ágyékodból. És a földet, melyet adtam Ábrahámnak és Izsáknak, néked adom azt, utánad, pedig a te magodnak adom a földet. Úgyhogy megkapja ismét azt az ígéretet, amit Elohim tett Ábrahámnak és Izsáknak ő előtte. És ez az, ami Jákobra száll, hiszen Jákob úgy élt, ahogyan Elohim parancsolta az ő instrukciói alapján. Ez volt a feltétele annak, hogy megkapja az áldást, ugyanúgy, ahogy ránk az vonatkozik, aki úgy él, ahogyan ő azt előírta, az az, akire az áldás száll, aki pedig nem, arra pedig az átok. És felméne őtől Elohim azon a helyen, ahhoz szólott vala Jákob, pedig emlékoszlopot állíta azon a helyen, ahhoz szólott vele kőoszlopot, és áldozik azon italáldozattal, és önt arra olajat, és nevezi a hely nevét, ahol Elohim szólott vala Betelnek. Második királyok 17 a következő. Második királyok 17. Ugye megnéztük azt, ahogyan, ahogyan Jákob megszületett, az első szülöttséget, ahogy megszerezte az áldást, ahogy megszerezte az apjától, és az áldást, ahogy megszerezte az engedelmessége által elohim a Második királyok 17. Malakim Bet 17. 33-as vers így szó. Így tisztelték Jahuát, és szolgálták az ő hatalmasságaikat is, a ma népek szokásai szerint, akik elhozák, volt őket. Úgyhogy a probléma az volt, hogy tisztelték Jahuát is, és szolgáltak a, a saját úgymond isteneiknek a, azok után a szokások után, ahogyan a népek, akikkel az izraeliták találkoztak és keveredtek, azok csináltak, Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen keveredett tisztelet volt Jehova és az összes többi bálvány felé. És minden mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekeznek. Nem tisztelik igazán Jehovát, és nem cselekesznek az ő rendeléseik, és szokásuk szerint sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet Jehova parancsolt a Jákob fiainak, akiknek az Izrael nevet adta. Úgyhogy remélem, hogy ezzel az egész úgymond helyrekerült és, helyrekerült és érthetőbb, hogy miért is mentünk végig ezeken a dolgokon, amiken, amiken, amiken mindez idáig átrágtuk magunkat, hiszen ugyanúgy, ahogy Ábrahám esetében érdemes azt arra koncentrálni, hogy Jákobot az engedelmesség jellemezte, míg Ézsau ennek az ellentéte volt. Ézsau gyakorlatilag a saját feje után ment, és nem foglalkozott igazából Elohimnak semmilyen rendeletével, hiszen ha foglalkozott volna, akkor tudta volna, hogy milyen fontos az első szülöttség, és az atyának a parancsolata, hogy ne a kananeusok lányai közül vegyen feleséget, és, és a többi, és a többi. De a lényeg az, hogy minden mai napig Természetesen ez akkor az írás pillanatára vonatkozott, azonban elvonatkoztatva, mint a mai napig. Az emberiség túlnyomó többsége, így az igazi Izrael is nem tiszteli igazán Jehuát, és nem cselekesznek az őre. Mi a tiszteletnek a jele? Ugye ezt írja, hogy nem tisztelik igazán, és nem cselekesznek, nem cselekesznek, nem úgy élnek, ahogyan Jehuá parancsolta azt. Ez a legfőbb probléma hogy nem úgy élnek. Hogy nem cselekeztek az ő rendeléseik, szokásuk szerint. Plusz azt írja, hogy az ő rendelésük és szokásuk szerint, sem pedig a törvény és parancsolat szerint, melyet a parancsolt Jákob fiainak, nem az egész világnak, hanem a Jákob fiainak, akit Izraelnek nevezett. Hiszen Jahua velük foglalkozott az egész könyv során. Ha bárki megvizsgálja tüzetesen ezt a problémát, ezt a kérdést rájön, hogy Elohim a, a, az atya, és ugye az ő szava, Jahusa, Hamásiák, aki később e, a megváltó lett, de Jahusa, mindig is Izrael népével, illetve egy embercsoporttal foglalkozott. Először Ábrahámmal, ahogy az növekedett Izsákkal, utána Jákobbal, utána az Izraellel, utána a két királysága, és utána el kellett, hogy küldje Jakusak Hamásiák ember, ember formájában, hiszen annyira eltértek az útról. De még akkor is az ő népéhez jött csak is kizárólag, ahogyan azt ő megmondta, hogy én csak az Izrael elveszett bárányaiért küldettem. Úgyhogy mindvégig ez a kapcsolat Yahuha, az atya, az ő szava és az Izrael népek között. Történt. Ő, ők voltak, és ők az ő öröksége, de ezt meg fogjuk vizsgálni a későbbiekben, és ez nagyszerűen ki fog de derülni, ha eddig esetleg nem lenne egyértelmű. A rendelések, a szokások, a törvény és a parancsolat pedig Jákobnak és az ő fiainak szólt, nem pedig az egész világnak nem azt írja, hogy az egész világnak. Az nem azt jelenti, hogy az egész világnak nem így kellene élni, csak azt jelenti, hogy ők azok, akik eljuttatták volna a világhoz ezt. Most pedig meg fogjuk nézni Jákob és Elohim szövetségét, ez pedig Ézsaiás és Jáhu 45-ös fejezet a következő. Ézsaiás és Jáhu 45-ös fejezet 3-as vers. néked adom a szövetségnek kincseit, ezek szerint a szövetségnek vannak kincsei, és a rejtek helyett gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok Jahua, aki téged neveden hívtalak, Izrael hatalmasága istene, az én szolgámért Jákóbért, és elválasztott Izraelemért, neveden hívtalak el, szeretettel szólítálak, noha nem ismerél. Én vagyok Jahua, és több nincs, rajtam kívül nincs, Elohim, felövesztelek téged, bár nem ismerél. Rengeteg információ, ugye néhány sorban. Arról beszél, hogy már akkor kiválasztotta a népet, mikor az a nép még nem is létezett, hiszen ő volt az, aki megnyitotta a sára méhét, ő volt az, aki megnyitotta később Rebeka méhét, ő volt az, aki ugye ezután Ézsaiás ideje után elküldte a megváltott úgy, hogy Miriam Mária euh, még szintén megnyitotta. Ő készítette ezt a népet. Az volt a nép feladata, hogy eljutassa az emberekhez az ő szavát, hiszen ő ezt a módszert választott. Azonban sem ez a nép, sem a világ igazából nem kerestőt. Ezért mondta azt, hogy, hogy hármas versben aki téged a neveden hívtalak, noha nem ismerél hiszen ő mindig ő az, aki az első lépést megteszi. Ez Ábrámmal kapcsolatban is beszéltünk erről. Azok, akik azt mondják, hogy mutassa meg magát, mit csinál ő, stb. stb. stb., mindig Jahua az atya az, aki megteszi az első lépést. Ő teremtette az embert, anélkül, hogy természetesen az ember kérte volna. Ő az, aki Noénak a parancsot adta, hogy, hogy kiválasztotta és megmentette azáltal, hogy mondta, hogy építsen egy egy hajót. Ő az, aki Ábrahámot kiválasztotta először, anélkül, hogy Ábrahám tett volna valamit. Ő az, aki Izsákot, Jákobot irányította. Ő az, aki egész Izraelt óvta volna, azonban, és, és plusz ő az, aki elküldte a megváltót, és utána kéri az engedelmességet. Ő mindig megteszi az első lépést, és utána kell az embernek engedelmeskedni, amennyiben részese szeretne lenni ennek az egész szövetségnek. Erről beszél itt. Apostolok 13 a következő. Apostolok 13-as fejezet. Apostolok cselekedetei 13. És a 16-os vers így szól. Saul, Pál azért felkelvén és kezével intvén mondva, Izraelnek fiai, és ti kik félik Elohimet halljátok meg. Izraelnek fiai. Saul is úgy szólítja ezeket az embereket, hiszen pontosan tudja, hogy ezek itt Izrael fiai. Ez ő, le, ő, ő is ugyanúgy, ahogy a megváltó és a tizenkét tanítvány, ő is ugyanúgy azt szerettem volna elérni, hogy ezeket az embereket visszatéríteni az útra. Ez volt az elsődleges küldetés, majd mikor ezek már úgy élnek ők képesek elterjeszteni ezt a hitet a világon. Így működik a rendszer. Ezért mondja, hogy Izraelnek fiai. Izraelnek fiai már most kiderült, hogy azok Jákob fiai a vér szerinti Izrael. Azonban hozzáteszi azt, hogy és ti, félik Elohimet, halljátok meg, hiszen voltak ott más emberek, akik szintén hittek, de ők is ott voltak és tanulni akartak. Nem pedig a plázába járkáltak, meg kocsit mostak, és mondogatták, hogy majd Izrael megy a zsinagógába, és tanulja a törvényeket, mi meg azt csinálunk, amit akarunk. Hanem tudták, hogy ott kell lenniük, hiszen ott tanulják meg azt, hogy mit is kell tenniük, és hogyan lehetnek részesei az ígéretnek. 17. Ennek a népnek Izraelnek hatalmassága. Kiválasztotta a mi atyáinkat, és a népet fölemelte, mikor Egyiptomnak földében jövővények valának, és onnét kihozá őket hatalmas karja által. A nagyszerű példa erre az egyiptomi eset, mikor kihozta őket, anélkül, hogy azok az emberek ott igazán tettek volna bármit is ezért. Ugyanúgy, mint az összes többi esetben, Jahua az, aki megtette az első lépést ott is. Azonban ő Izraelnek a hatalmassága, ő kiválasztotta ezt a népet, és fölemelte, hogy egy papi eh, rend legyen. idézélbe a pap, ugye nem, nincs rá jobb szó, de, de ez az, amiért kiválasztotta. És eh, a cél az volt, hogy ez által elterjeszte az ő instrukcióit, a torát, az ő parancsolatait, ezt a fajta életmódot az egész világon. Azonban ő Izraelnek, az idézőtett Isten, Izraelnek a hatalmasága, és ő kiválasztotta ezt a népcsoportot. 5 Mózes, Deberim 30-as fejezet a következő. 5 Mózes, 30. Deberim 35 Mózes. 19-es vers így szól. Bizonysággal, ugye ez még mindig a szövetség, Elohim és Jákob szövetségét tárgyaljuk. 19. Bizonyságú hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és halált adtam előtökbe. Az áldás és átkot. Válaszd azért az életet, hogy éhes mint te, mind a te magod. Ez eléggé szigorúnak tűnik, és mint mindig Jahua komolyan gondolja azt, amit mond áldás, és átok közül választhat minden ember, aki a földön él. így hogyan lehet az áldást választani? Hogy szeresd Jahuát, a te Istened hatalmaságodat, hogy hallgass az ő szavára, ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed, és a te életednek hosszúsága, hogy lakozzál azon a földön, amely felől megesküdött Jehova a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nékik adja azt. Nem lehet elkerülni azt, hogy mindvégig ez a könyv, Erről a népcsoportról szól, és az ő káváriáikról, az ő küzdelmeikről, a kísértésről, a megtérésről, és az elbukásról. És ez a, ez a folyamat ismétlődik az egész könyv során. Ez nem változott meg a megválta után, nem a pogányok, illetve a stafétabot, most már nem a, a az egyház az örökös, ugyanez folyik tovább. Kísértés, elbukás, megbánás és megtérés. Ez a körforgás, amelyben ezek az emberek és mindannyian élünk. Hogy érdekes, ki kéne deríteni azt, hogy hogyan lehet szeretni a hogyan lehet hallgatni az ő szavára, ragaszkodni hozzá, hiszen ha ő az élet és az életünk hosszúsága, akkor érdemes megtudni, hogy mik ezek a szavak. Nézd, hogyha még nem tettétek, akkor ezekről mindről van számtalan videó a csatornán a szeretetről, arról, hogy az engedelmesség hogyan működik, mi az, amit tennie kell az embernek. Természetesen a parancsolataira, az instrukcióiról beszél, aki azt szerint él, az az, aki ragaszkodik hozzá, aki hallgat rá, és aki szereti őt. És ezáltal nyer hosszú életet. Ez az, amiről megesküdött Jahua. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Jákob azért fontos, mert így leszűkül a kör Ábrahámnak, még rengeteg leszármazottja van Ismál többek közt. És azonban, ahogy eljutunk Jákobig, onnantól egyértelműen csak Izrael népéről beszélünk. Így szűkül le a kör egy népre. Mikás hetes fejezet a következő. Mikás hetes fejezet és a 19-es verssel fogjuk kezdeni. Mikás 7-es, 19-es vers. Így szó. Hozzánk térvén könyörül rajtunk, eltapodja álnokságainkat, bizony a tenger mélységébe veted minden bűnüket. Ugye ez a megbánás és a megtérés időszaka ismét csak. Hűséget mutatsz Jákobnak, irgalmasságot Ábrahámnak, amint megesküdtél atyáinknak még az ősidőkben ismét csak arról van szó, hogy a hajlandó megbocsátani nekik, hajlandó visszafogadni a népet, azonban megint csak áldozatul estek a kísértésnek, és megszekték a szövetséget, és nem tartották be azt, amit Ábrahám, Izsák és Jákob betartott. Ez a probléma az egész történelem folyamán. A azonban próbálkozik őket ilyen vagy olyan módon visszaterelni a helyes útra. Erről szól Mikeás verse is. Ézsaiás és yes, 41-es a következő. Ézsaiás 41-es fejezet. Ugye Mikásból kiderül, hogy a mindig hűséges, és ad lehetőséget azoknak, akik igazán keresik az ő útját. Azonban Jákob leszármazottai Izrael, az izraeliták azok, Akiken keresztül ő közvetíti az ő gondolatait, az összes profita onnan származott, az összes tanítvány, az összes apostol, a megváltó, mindenki, aki ebben a könyvben bármilyen szerepet is betöltött, legalábbis a nagy többsége. Ézsaiás 41-7-es vers így szól. és bátorítja a mester az ötvöst, és kalapáccsal simító azt, aki az ülőt veri. Így szól a forrasztásról, jó az, és megerősíti szegekkel, hogy meg nem mozduljon. De te, Izrael, én szolgám Jákob, akit én elválasztottam, Ábrahámnak az én barátomnak magva. Szóval, hogyan lehet ezután azt gondolni, hogy Jahua elveti az ő népét, mikor tudjuk Malakiás 3.6-ból, hogy hol nem változik. Izrael, az én szolgám, Jákob, akit én elválasztottam Ábrahámnak, a barátomnak magva. Ez az a nép, akiről beszél. Ezzel kötötte a szövetséget. Mint végig az Izrael népe és az izraeliták marad az a nép, aki a szövetség, akivel a szövetség kötetett. Erről már számtalan szó, szó volt, most is ugyanezt erősíti meg. Kilences, te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és a vég határairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak. Akkor hogy mondhatja bárki is azt, hogy már most a pogányok, a nép és hogy Izraelt el, eldobta magától? Mikor itt egyetemen azt mondja, hogy meg nem utállak. És ő nem változik meg. 10. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csükkedj, mert én vagyok hatalmasságod, úgymond Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Jahuá emlékszik az ő szövetségére Ábrahámba, Izsákkal és Jákobbal, és ő azt mondta, hogy egy nagy népét teszi, hogy annyi, le, annyi lesz a leszámozott, ami tégen a csillag, hogy ő, ők azok, akik uralkodni fognak vele, ezért ő nem teheti meg azt, hogy megváltoztatja és választ egy másik népet. Ez egy teljesen hibás gondolatmenet, aki így gondolja ezt. Második Mózes semot, Mózes semot második fejezet, második Mózes kettő, második Mózes kettő. 23-as vers. Így szó. És lőn a hosszú idő alatt meghala Egyiptom királya, Izrael fiai pedig fohászkodnak vala a szolgaság miatt, és kiáltanak vala, és feljut a szolgaság miatt való kiáltásuk Elohimhez. Ugye természetesen, mikor probléma van, akkor Izrael fiai visszatalálnak Elohimhez hiszen letértek az útról, megbánták, megtérnek, és most jön Elohim és megmenti őket onnan ismét. Aztán megint jön a kísértés, elbuknak, és újra büntetés. 24. És meghallá Elohim az ő fohászkodásukat, és megemlékezik Elohim Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. Ismét csak arról van szó, arról a szövetségről, amelyet az őseikkel kötött, amit megígért, hogy így lesz. És megtekinti Elohim az izrael fiait, és gondja valarájuk Elohimnek. Ez a kiválasztott nép, ők azok, akiket elválasztott magának, és szövetséget kötött, és annak ellenére, hogy ők nem tartják azt be, ő nem fogja nem betartani, hiszen nem teheti meg, hiszen a szavát adta és megesküdött önmagára. Úgyhogy ismét csak egy nagyszerű példa Yahua arra, hogy hogyan kellene nekünk hozzáállnunk. Nem csak egymáshoz, hanem akár önmagunkhoz, vagy hozzá is. Amit az ember megmond, azt úgy csinálja, de legfőképp a legfontosabb az, hogy türelmet tanúsít a másikkal szemben. És Yahuával szemben. A dolgok nem feltétlenül úgy történnek, és akkor, amikor mi akarjuk azonban az nem jelenti azt, hogy nem fog segíteni, vagy nincs velünk. Ugyanúgy, hogy ő türelmes ezzel a néppel, és mindenki mással, és ad helyet, és időt a megtérés, ugyanúgy mi is. Azonban a lényeg az, hogy emlékszik arra a szövetségre, amit Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött. Sem ott hatos fejezet, ez csak néhány fejezettel előrébb, illetve hát attól függ, hogy hogy nézzük év Második Mózes 6. 3-as szól. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Elohim, de az én nevem je hova nem volt előttük ismeretes. 4. Szövetséget is közöttem velük, hogy nékik adom a Kánaán földét, az ő tartózkodások földét, melyen tartózkodnak. Ismét csak erről a szövetségről van szó. Fohászkodását is meghallottam az izrael fiainak, amiatt, hogy az egyiptom beliek szolgálata szorítják őket, megemlékeztem az én szövetségemről. Ugyanazt mondja, mint amit az, amit az előbb is mondott. Ő emlékszik a szövetségére, és ő nem fogja azt megszegni soha. Hiszen akkor ugye az, az gyakorlatilag hazugság lenne hatos annak okáért mond meg Izrael fiainak, én vagyok Jehova, és kiviszlek titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és megszabadítlak titeket az ő szolgálatjuktól, és megmentelek titeket kinyújtott karral és nagy büntető ítéletek által, és népen fogadlak titeket, és istenetek ki, hatalmasságotokká lészek néktek, és megtudjátok, hogy én vagyok Jehova, ti hatalmaságotok, úgymond Istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom nehéz munkája alól, és beviszlek titeket a földre, amely felől esküre emeltem fel a kezemet, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt, és néktek adom azt örökségű. Én Jehova. Ez azt hiszem, hogy elég egyértelmű. Jehova mindig betartja az ő szavát, és emlékszik arra, amit ígért Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És ez az a nép, az izraeliták az, akikkel ő foglalkozik, és akikkel ő törődik, akiknek elmondja a törvényt, az instrukciókat, és akikre az áldás, vagy pedig az átok elsősorban vonatkozik. Természetesen mindenki, aki nem úgy él, az előbb-utóbb szembesül az átkokkal, azonban ez a nép az, aki közvetlenül kapja a büntetéseket, vagy pedig az áldást. És nem az egész világ, nem mindenkire vonatkozik közvetlenül ez, hiszen a szövetség az Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottaival kötetett. köttetett. És Jákob leszármazottai Izrael népe, ők azok, akikre vonatkoznak ezek a dolgok. Ezért kellett, hogy eljöjjön hozzájuk, értük, hogy megértesse velük azt, hogy mi is a teendőjük, hiszen, hiszen mindig eltévedtek. 5 Mózes 1, azaz Teberim egyes. A következő. 5 Mózes 1. Hármas as vers így szól. Lőn pedig a 40. esztendőben, a 11. hónapban, a hónapnak első napján szól a Mose Mózes az Izrael fiainak, mind a szerint, amit parancsolt valahogy a huan néki azok felől. Izrael fiai ugye, hát aki, ha esetleg nem egyértelmű, ez a 40. esztendő, és annak is a 11. hónapja, ez már majdnem akkor van, mikor az ígéret földjére belépnek. Ekkor beszél hozzájuk Mózes. Izrael fiai azok, akik itt vannak. Hiszen ez az izrael népe, akiket Egyiptomból kihozott, akiket ugye megbüntetett azért, mert nem akartak bemenni az ígéret földjébe. 40 évig kóboroltak, most jár le a 40 év, és bejutnának a, a, a földre. Hatos vers pedig így szól, ugyanitt. Jahua, a mi hatalmasságunk, idézőjelben Istenünk szólott, nékünk a hóreben ezt mondván, elég ideig laktatok e hegy alatt. Forduljatok meg, és induljatok, és menjetek az emurások hegyére, és annak minden szomszéd vidékére a mezőségben, és a hegyes, völgyes földön, és délfelé, és a tengernek partján, és a kananánsok földére, és Libánusra, a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóig. 8. -as ímé e előtökbe adtam a földet, menjetek be és bírjátok azt a földet, amely felől megesküdött Jahua a ti atyáitoknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Hogy nékik adja és utánuk az ő magvoknak. Ugye ez, amikor beteljesedik maga az ígéret. Ez az a pillanat. És szólottam valanéktek abban az időben, ezt mondván nem viselhetlek egy magam titeket. Ez ugye Mózes beszéli ezt el. A lényeg az, hogy ez az a pillanat, mikor bejutnak az ígéret földjére, mikor beteljesedik az az ígéret, amit évszázadokon át tulajdonképpen a levegőben lógott egészen Ábrahámtól, elkezdve Izsák és Jákobon keresztül, belefoglalva az egyiptomi hányattatást és mindent tizedik vers így szól. Jahua, a ti hatalmasságotok, Istenetek, megsokasított titeket el annyira, hogy oly sokan vagytok ti most, mint az égnek a csillagai, tehát ez is beteljesed, hiszen azt mondta, hogy annyian leszek, mint az égnek a csillagai, vagy a tengernek a fővenye. Úgyhogy ezt is beteljesítette. 11-es vers pedig így szól. Jahua, a ti atyáitoknak hatalmassága szaporítson meg titeket ezerszer te is inkább, mint most vagytok, és áldjon meg titeket, amiképpen ígérte néktek. Hiszen ez volt az, amit nekik ígért. És ez az, ami beteljesedik itt, 5 Mózes, egy első fejezetben, mikor is megérkeznek az úgymond ígéret földjére. Nézzük meg a 9-es fejezetet ugyanitt. 5 Mózes 9, 4 vers így Mikor azért kiűzi a te hatalmaságot, azokat te hogy ezek a népek, az a hét nép, ne szólja te szívedben mondván az én igazságomért. Most azt akarom, figyeljen mindenki, nagyon a lényeg az, hogy, hogy mi alapján választotta ki őket, Jahua. Az én tehát azt mondja, hogy még egyszer, mikor kiűzi ezeket a népeket a földről, a te hatalmaságot, Jehua, ne szólj a te szívedben mondván. Mi az, amit ne gondoljon ez a nép? Az én igazságomért hozott be engem, Jehua, hogy örökségül bírjam ezt a földet, hogy azt higgye az a nép, hogy azért, mert ők jobbak voltak, hogy ők igazak voltak. Holott e népek az ő igaztalanságukért űzik ki te előled, Jehova, ezeket a népeket. Nem azért választotta őket, mert ők annyira jók voltak, hanem azért, mert a többi volt olyan rossz. Ötös, nem a te igazságodért, sem a te szívednek igaz voltálért, te be az ő földük bírására. Nem miattuk van ez az egész. Ugyanúgy, ahogy most azt mondják, hogy hit által üdvözölünk, nem cselekedetek által. Persze, hogy hit által üdvözölünk, nem cselekedetek által, azért, hogy ne senki se... Ö, senki se tudja dicsekedni azzal, hogy ő azért kapta. Ugyanez, a, ez az egész séma, ami most is lezajlik. Hogy nem azért, mert mi annyira jók vagyunk, hanem azért, mert hiszünk. Nem azért, mert annyira jók voltunk. Ötös. Nem a te igazságod és sem a te szívednek igaz voltál, mély te be az ő földük bírására, hanem jahu a te hatalmasságod e népeknek igaztalanságáért űzi ki őket előled, hogy megerősítse az ígéretet, amely felől megesküdött Hua, a te atyáidnak. Az ígéret az, ami miatt ő ezeket megteszi, ami miatt esélyt ad, ami miatt teljesíti. Persze nyilván vannak feltételei, minden, minden döntésnek következménye, ugye nekik a 40 év, a 400 év, Egyiptomban, stb. Azonban ő mindig betartja az ígéretét. Az a lényeg, hogy ne gondolja az ember azt, hogy azért történik, mert ő annyira jó. Szóval, hogy megerősítse az ígéretet, amely felől megesküdött hogy a te atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. És ez nagyszerűen mutatja ugyanaz a helyzet akkor, ami most. Egyáltalán nem azért jutunk el oda, ahova eljutunk, ha eljutunk, mert mi olyan jók voltunk, hanem azért, mert hittünk, és azért, mert ő megbocsátott, türelmes volt és kegyel. Hatos, tudd meg azért, hogy a hua te nem a te igazságodért adja néked ezt a földet jó birtokú, mert kemény nyakú nép vagy te. Nem azért, mert jobb vagy, mint a többi, hanem azért, mert megígérte, és ő nem hazudhat, nem szegheti meg az ígéretét. 26-os vers ugyanitt így szól. Akkor imádkozám huához, és mondék, Jehova Elohim, ne meg a te népedet és a te örökségedet, aki, akit a te nagyságoddal szabadítottál meg, és akit erős kézzel hozták ki Egyiptomról. Emlékezzék meg, emlékezzél meg a te szolgáidról, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról. Ne nézzed a népnek keménységét, igaztalanságát és bűnét, istentelenségét és bűnét. Hogy ne mondja a föld népe, ahonnét kihoztál minket, mivel hogy Jakua nem vihette be őket a földre, amelyet ígért volt nekik, és mivel, hogy gyűlölte őket, azért hozta ki őket, hogy megölje a pusztában. Ugye azt azért kardoskodik Mose, Moses, hogy annak ellenére ugye, hogy ez a nép ez a nép több tucatszor rászolgált volna arra, hogy elpusztítsa őket, hogy adjon nekik esélyt, legyen velük türelmes, és ne pusztítsa el őket, hanem, hanem újra nyugodjon meg, és ne ne pusztíts el ezt a népet. Pedig ők a te néped, a te örökséged, amelyet kiosztál a te nagy erő, de a te kinyújtott karoddal. Az a lényeg, hogy a te néped, a te örökséged. Izrael népe. Amivel megígérte Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Úgyhogy ez nem múlhat el. És ez nem is múlik el soha. Ez az, amit mindenkinek meg kellene érteni. Ez a nép, az ő öröksége, az a nép, amit kiválasztott. Első krónika 16-os következő. Első krónika 16. Első krónika 16. Mikor pedig bevitték Elohim ládáját és elhelyezték azt a sátor közepén, melyet Daud, Dávid annak számára felállított vala, áldozának egészen égő és hála áldozatokkal Elohim előtt. Ugye ez Dávid, mikor. áldozatot mutat be Jahuán. Heteshez le fogunk ugrani, a hetes vershez is így szó. Azon a napon adott Dávid először éneket Jahuának dicséretére, a sávnak és az ő atyafiainak kezébe, ugye ez egy. Zsoltár. És így szól a 13-as vers. Ó, Izraelnek az ő szolgájának magva, Jákobnak az ő választottjának fiai. Ki az, akikhez szól ez az egész? Izraelhez, Jákobnak fiaihoz. Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai, Izrael a kiválasztott nép, a 12 törzs. Ehhez a néphez szól ők azok, akik mindvégig Próbálták követni a parancsolatokat, akikkel Jahhua foglalkozott. 14. Ez jahua a mi Istenünk, vagy hatalmasságunk. Az egész földön az ő ítéletei. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, mi az ő szövetsége, és az ő beszédéről, melyet parancsolt ezer nemzetségi. Ha parancsolta, akkor az ő beszéde és az ő szövetsége, az ő parancsoltai, az ő instrukciói athora, az ő parancsoltai rendelései, utasításai. Ezek azok, amikről meg kellene nekik emlékezni, ugyanúgy, ahogy nekünk. Hiszen ez képezi a szövetség alapját. Milyen szövetségek? amelyet Ábrahámmal és az izsáknak tett esküjéről. Amelyet szerzett Ábrahám, a bocsánat, és az Izsáknak tett eskéről, amelyet állít a Jákobnak örök végzésül, Izraelnek örökké való szövetségül mondván Kánán földét néked adom, hogy legyen néktek örökségetek. Akkor ez csak egy örök szövetség, és Izraelnek Jákob leszármazottainak adta. Én még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy más nem lehet részes ennek, az a lényeg, hogy ő ezt választotta, ez a protokoll, ez a rendszer, ezen megy keresztül. Ez a könyv ezekről az emberekről szól, tetszik vagy sem. És ez egy örök végzés? Akkor az örök végzés vajon mit jelent? Ha örök végzés. Nyilván örökké. Nézzük meg még egyszer, mert szerintem nagyszerű az egész. 15. Emlékezzetek meg örökké az ő szövetségéről, emlék mi a szövetsége, az ő beszédéről, melyeket parancsol ezer nemzetségi. Még ezer nemzetség biztos nem járt le. 16. Emlékezzetek meg a szövetségről, amelyet szerzett Ábrahámmal, és az izsáknak tett esküjéről. Erről emlékezzetek meg, hogy emlékezzetek arra, hogy mi az, amit tennetekkel azért, hogy ne pusztítson el, és hogy ne legyen ilyen sanyarú sorsatok, amilyen eddig volt, hiszen ugye Dávid volt az, aki alatt ez az egész megfordult valamennyire. Ugye ez a szövetség, ez, a, ez az eskü, amelyet állít a Jákobnak örök végzésül Izraelnek örökké való szövetség. Izraelnek köttetett a szövetség. Mindenki, aki részes akar lenni, kövesse az instrukciókat, és halleluja, de az a szövetség Jákob leszármazottaival Izrael köttetett a tizenkét törzs, akik Dáviddal ott voltak akkor Izraelben. Mondván Kánán földét néked adom, hogy legyen néktek örökségetek. Az a földterület, amelyről beszél, ahol most, ma a háborúság folyik, amit szétbombáznak, ahol ahol ö, több tucat ország harcol, az a az az a hely, amiről itt szó van. Azért nem nincs béke ott soha, hiszen azok az emberek próbálnak ott élni, akiknek az nem a, az, akiknek nem kellene, akiknek semmi keresni valója nincs. Többek közt ismán leszármazottai, Ézsau, a palesztinok, és ö, ugye a kazár úgy úgymond zsidó. Mindig is háború lesz, amíg azok az emberek vannak ott, akiknek nincs ott keresni valója. Ez az, amire próbálunk most választ többek között. Zsoltárok Tehelim 147. Zsoltárok Tehelim 147. 18-as verzió. Zsoltárok 147. 18. Kibocsátja szavát, és szétolvasztja őket, megindítja a szelét, és vizek folydogálnak közli igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit izrael Mi Mik ezek a törvények, a Torah, az instrukciók, amelyek alapján élnünk kellene? Közli igéit Jákobba, törvényeit, végzéseit izrael -e. nem tesz így egyetlen néppel sem. Végzéseit sem tudatja velük. Dícsénétek, Jehová. Ennél egyértelműben nem fogja tudni ezt leírni. Nem tesz így egyetlen néppel sem. Hiszen egyetlen néppel kommunikált, és az Izrael volt Ábrahám, Izsák és Jákob, és az ő leszármazottai. Ők azok, akikkel a szövetséget kötötte, akiknek a törvényeket adta, akiknek el kellett volna terjeszteni a földön, és nem fordítva, hogy a, a, a világ terjeszti az ő szennyét, és ők ebbe olvadnak bele. Erről szól Zsoltárok 147. 135-ös a következő Zsoltárok, Tehelim 135. 135. Hármas vers. Zsoltárok 135, hármas vers így szól. mert jó Jahua, Zengétek nevét, mert gyönyörűséges, mert kiválasztál magának Jahua, Jákóbot és Izelt a saját örökségéül én bizony tudom, hogy nagy Jahua és Jahua minden Istennél hatalmasságnál különb. Akkor ha, ha kiválasztotta magának, valaki komolyan gondolja azt, hogy meggondolta magát az új szövetségre, és egy másik népet választott, akivel addig nem is, aki eddig nem is tudott a szövetségéről, aki mindig is pogány volt, és azoknak próbálta elmagyarázni, hogy hogy volt. Hogy egyszerűen csak meggondolta magát, és egy másik népet választott. Akkor, akkor ho, hogyan lehetne ő az, aki nem változik? Hogyan lehetne bízni benne? Hogyan lehetne hozzá folyamodni, hogyha ha megváltoztatja azt, amit, amit mondott, vagy ami, ami szövetséget kötött, vagy meggondolja magát, vagy, vagy bármi is. Kiválasztotta Jákobot saját ő. Izrael népét, a 12 törzset, a vér szerint Izrált. Természetesen mindenki, aki úgy él az instrukciók szerint, az része lehet ennek, azonban van egy vér nép. Ézsaiás, és 43-as a következő. Ézsaiás, Jesi Jáhu, vagy a sája. 43. A következő. Ézsaiás 43. Első vers. És most, ó, Jákob, így szólja, hova a te teremtődés, a te alkotód, Izrael, ő alkotta őket, ő az, aki megnyitotta a Sára ő az, aki megnyitotta a rebekamét, ő az, aki révén Jehusá a világra jött, hiszen a Szent Lélek által jött, keletkezett. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Akkor most meggondolta magát mostanra? mikor vizem át, én veled vagyok, ugye többször is volt erre példa, ö, uh, vagyis József és szintén a vízen ment át, ugyanúgy, ahogy Mózes. Ugyanúgy, ahogy Noé. És a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, ugyanúgy, ahogy Dánielnek a... Dániel, vagy, vagy a három másik Dániel napokon az idején. És a láng meg nem perzsel téged, mert én vagyok, Jahua, a te hatalmaságod. Izraelnek szentje, a te megtartót adtam váltságot, egyiptomat kúszsebát helyetted. Jahua, a te hatalmasságod, Izrael szentje. Ez az a nép, amiről szó van. Négyes, mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és szeretlek, embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Ne félj, mert én veled vagyok, napkeletről meghozom magadat, napnyugatról egybegyűjtelek. Mondom éjszaknak, add meg, és délnek, ne tarts vissza, hozd meg az én fiaimat megszűnnen, és lányaimat a földnek végéről. Mindent, aki csak az én nevemről neveztetik, mint Israel, az Jasrael, vagy Izrael, akit dicsőségemre teremtettem, akit alkottam, én készítettem. megmagyarázza az egész önmagát. A nevemről neveztetik, a dicsőségemre teremtettem, én alkottam, én készítettem, hiszen ő volt az, aki lehetővé tette, hogy ezek a nők, akikből később származtak ezek a népek, egyáltalán gyereket szüljenek. Ő teremtette őket. 1 Mózes 46 Beresít 46. Beresít 46. Egy Mózes 46. Ez az utolsó rész, ez Jákob nemzetsége lesz, úgyis az ő leszármazottai, hogy tudjuk, hogy kiről is van szó pontosan, amikor Izraelről beszélünk. Beresít 46, 1 Mózes 46. Az ő fiait és fiainak fiait az ő lányait és fiainak lányait, és minden vele levő magvát elvivi magával Egyiptomba. Ezek pedig az Izrael fiainak nevei, akik bementek Egyiptomba. Jákob és az ő fiai, Jákobnak első szülötte Rúben. Izrael fiai, ezek a vér szerint leszármazottak Jákob és az ő fiai. Rúben, Rúben fiai, nem olvasom fel az összes, csak a 12 Rúben, Simeon, Lévi, Jehuda vagy Júda, Isakar, Zebulon ezek pedig le a fiaik, akiket szült vala Jákobnak, ez a botámiában, és uh, ugye Gád, Asher, és Zilpa, fiai, és Rákel, Jákob feleségének fiai József, és Benyámi. És születének Józsefnek Egyiptom földi Manasse és Efraim, akiket Asnád, és a többi, és a többi lánya szült neki. Ezt mindenki elolvassa, a, akit érdekel részletesen, hogy ki kicsoda, és még ugye Rachel fiai, Dán, Naftali. Természetesen, ugye Dán később kiesik ebből, de Naftali. És 25-ös vers így szó. ezek Bilha fiai, kit adott vala lábán Rákelnek az ő lányainak, ezeket szülte Jákobnak mindössze 7 lelket. 26-os vers így szól, valamennyi Jákobbal Egyiptomba jött lélek, akik az ő ágyékából származtak, Jákob fiainak feleségét nem számított, mindössze 66 lélek, József fiai pedig, akik Egyiptomban születtek, két lélek, Jákob egész háza népe, mely Egyiptomban ment vala, 70 lélek. Mindössze 70 lélek. Sem ott, második Mózes egyes fejezet, ugyanúgy uh, itt csak a fiairól van szó, szóval ezek pedig Izrael fiainak nevei, első, akik Jákobbal Egyiptomba menének, Kiki az ő háza népével, Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isekár, Zebulon, Benjamin, Dán, Neftali, Gád, Áser, mindazok a lelkek, pedig akik Jákob ágyékából származtak vala, 70-en valának, József pedig Egyiptomban vala Meghal a József, és minden ő atya fia, és az egész nemzedék. Ugye 70 ember volt mindössze Izrael ekkor, és mintegy 3 millió volt az, aki belépett az ígéret földjére. Úgyhogy Elohim nemcsak, hogy nekik adta a földet, ha és megsokasította, úgy, mint a égen a csillag és a tengeren a fövej, hanem elvezette őket oda, megbocsátott nekik ezerszer, és kitartott, és hűséges volt, és türelmes. Első királyok 18. És már tényleg csak egy van ezen kívül. Első királyok 18. Akkor mond a Illés az egész sokaságnak. Jöjjetek én hozzám, és hozzám én az egész sokaság megépítéje a Hua oltárát, amely leromboltatott volt, és vőn ilés 12 követ, a jákó fiai nemzetségeinek száma szerint, akiket Elohim azt mondotta volt, Izrael legyen a te neved. Tehát 12 kő reprezentálja a 12 törzset, és Jákob fiai, ezek alkotják Izrált. Ezek a vér szerinti Izrá. Ezekről beszél itt illés, ugyanúgy, ahogy az előzőekben olvashattuk. Tehát Ábrahám, Izsák és Jákob után eljutottunk a tizenkét törzshöz, és az ő leszármazottai, ezek lesznek Izrál, ugye ezért mondja, hogy Izrael legyen a te, te neved. Utolsó pedig jelenések könyve, 7-es fejezet, ez higalú jelenések könyve. 7. Azok számára, akik azt gondolják, hogy új népet választott, most már a pogányok, a, a nyerők, és e, Izrael átkozott, és őket elfelejtette, és nem szereti, azok számára ez nagyszerű tanulsággal fog szolgálni. Jelenések 7 első versítszó. Ezek után látik négy angyat állani a földnek négy szegletén. A földnek négy szélét tartva, hogy ne fújjon a földre, se a tengerre, se semmi élő fára. Ez ugye a mi időszakunk, amiben most élünk. Még addig visszatartják a káoszt, amíg mi történik. Második vers és láték más angyalt feljönni napkelet felől, akinek kezében vala az élő Elohimnek pecséte. És nagy szóval kiáltal a négy angyalnak, akinek adatott, hogy ártson a földnek és a tengernek. Ez az, amiben élünk. Ez az időszak, amíg még visszatartják azért, hogy megtörténhessen az, amit, amiről most olvasunk. Ezt mondaná, ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, addig míg meg nem pecsételjük a mi hatalmasságunk szolgáit az ő homlokukon. Mi is ez a pecsét? Ugye ezt megtudhatjuk Saul írásából, ez a pecsét maga a Ruach Hakodes, aki a Szentlélek, amit Jakusa küld az ő nevében az atyától. Ezzel pecsételik meg. Kik ezek? És hallám a megpecsételtek számát. 144 ezer. Kik ezek? Az Izrael fiainak minden nemzetségéből elpecsételve. Akkor csak számít, akkor csak számít, hogy ki a vérszerinti Izrael, ha még az utolsó időkben is erről lesz szó. És akkor olvashatjuk az ötösben, tovább a júda nemzetségéből. 12.000 Asher, 12.000 Simeon, Zebulon, 12.000 és Ruben, Gád, Naftali, Manassi, Lévi, Isakar, József és Benyami. 12.000. Tehát a 12.000 ember minden törzsből az első zsenge idézőjelbe téve. Ezért fontos az, hogy az ember értse az ünnepeket, és kövesse. Ez az a 12. 000, 12 törzsből. Izrael fiainak minden nemzetségéből. Erről a 12.000 ről van szó. Hiszen Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottjai, azaz Izrael gyermekei Izrael lépe, az, akin keresztül a mindenható végrehajtja, az ő úgy tervét ahhoz, hogy üdvösséget hozzon az egész világra. Nem pedig összevisz a mindenféle embereknek, elmondja meg a pogányoknak, meg a barbároknak, meg mit tudom én kinek, és akkor majd lesz valami. Ő ezt végig tudta, hogy hogy lesz, mit akar, mit csinál. A következőben meg fogjuk nézni, hogy hogyan jön el ez az időszak a Hamásiák által. Azonban még nézzük meg a 9-es, mert nem csak a 144 ezer, hanem nézzük meg, hogy még ki azután látám és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott, kik ezek minden nemzetből, ágazatból, népből és nyelvből. És a királyszék előtt és a bárány előtt állnak vala fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmák. Így jut el az egész világra az üdvösség és a megváltás hogy felébred a nemzet, Izrael rájön, hogy kik ők elkezdik követni az, az utat, és a pogányok, akik körülötte vannak, rájönnek, hogy az ő istenségeik, akiket ők eddig szolgáltak, Buddha, meg Vishnu, meg Jézus, meg Úr, meg Isten, meg mit tudom én ki, azok báványok, és egyetlen egy élő Elohim van, Jahua, aki az eget földet teremtette, és mindent benne, és őt kellene szolgálni, hiszen rájönnek, hiszen látják, ahogy felébred az igazi Izrael, és ez, ez a megszámlálhatatlan sokaság, aki minden nemzetből, ágazatból, népből és nyelvből van. Így jut el az üdvösség az egész világra, Ábrahám, Izsák és Jákob, és Izrael és az ő leszármazottaink keresztül. Úgyhogy ezért érdemes érteni azt, hogy ki kicsoda, meg fogjuk nézni a következőben természetesen, akkor végre, hogy mi ez a zsidó, kik a zsidók, illetve az, hogy hogyan is teljesedik be ez a megváltás az egész világon, úgyhogy remélem, hogy hasznosnak találtátok ezt, és mindenkinek a legjobbakat. Halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is. Kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!